Sziasztok, ez itt a Házi Csemege, a Nószalti és a Suzuki közös sorozata. Irány Gyűrűfű, ahol várnak minket a kecskék és a sajtok. Megérkeztünk ide Gyűrűfűre, a Tündérmajorba. Ákos, mesélj nekünk arról, hogy ti hogyan csöppentetek bele ebbe az egész sajtkészítésbe. Mi egészen véletlenül igazából kerestük a városból való kiszakadásra a lehetőséget. Semmilyen határozott elképzelésünk nem volt, hogy mi kesket tartással vagy tejfeldolgozással szeretnénk foglalkozni. Az élet dobta ezt a lehetőséget. Uh-huh. Kedves unokatestvérem hívta fel a figyelmemet rá, hogy itt van egy kiadó Tanya, a gazdaság, az Okofalúról ezelőtt mi még nem is hallottunk, és tulajdonképpen ennek köszönhetően kezdtük el látogatni, kipróbálni a különböző munkafolyamatokat, és költöztünk ide idén 2021. januárba. Írtunk egy pro-kontralistát, de úgy döntöttünk, hogy belevágunk, mert ez volt mindkettőnknek igazából az elképzelése, de még azt is mondhatom, hogy álma, hogy kézzelfogható dolgot tudjunk alkotni, teremteni, ne digitálisat, természetközelségben tudjunk élni, későbbiekben mondjuk a tervezünk családot alapítani, a gyerekek itt tudjanak felnőni, és majd eldöntessék, hogy ők városba szeretnének-e élni ezután, vagy itt maradnak-e. Szóval ez tényleg egy ilyen álomszerű dolog volt. És kaptatok ugye segítséget ebben a folyamatban, bérlitek most a Tanyának ezt a részét, és az eredeti tulajdonosok segítettek ugye titeket. Így van, ők a mai napig itt laknak a családi házukban, és hát nyilván ez, mivel semmi közünk nem volt nagyon a mezőgazdaság, vagy az állattartáshoz ezelőtt, akkor is nyilván, amikor jöttünk le kipróbálni a dolgokat, ők mindent mutattak nekünk, és megígérték, és ez így is van, hogy az első pár évben tényleg mindenben segítenek, és erre nagyon nagy szükségünk is van egyébként, mert nem gondolná az ember, hogy mennyire összetett. Azt tippelem inkább, hogy talán egy két év múlva már totál teljesen önálló tudunk lenni. Én szerintem szépen haladunk ezen az úton. Gyűrűfű ugye egy ökofalú. Mit tudsz nekünk erről mondani, vagy ez mit jelent számotokra? Számunkra az ökofalú az azt jelenti, hogy minél inkább a természettel harmóniában éljünk itt, minél kisebb, úgymond lábnyomot hagyjunk magunk után. Nincsen semmiféle vezetékes kiépítés a villanyon kívül, illetve próbáljuk újra hasznosítani a vizet, amit mondjuk zuhanyzásra használunk, mosásra, mosogatásra. Nem vegyszerezzük a földet, nem műtrágyázunk, nincs mély szántás, csak természetes építőanyagból lehet építeni. Vályog, kenderbeton, szalmabála, fa. Tulajdonképpen ez az, amitől ökofalú az ökofalú. És milyen sajtokat, meg milyen más termékeket készítetek a tejből? Hát ugye viszünk fel nyers tejet is a piacra. Ez általában péntek reggeli fejés, ugye, hogy minél frissebb legyen a tej, szombat reggel nyit a piac. MOM biopiacon árusítunk Budapesten minden szombaton. Ezen kívül csinálunk a tejből, tehát feldolgozzuk joghurtá, túróból körözöttet is csinálunk, lágy sajtokat, illetve félkemény sajtokat, illetve fehér penésszel érlelt sajtot is csinálunk, ez ilyen kamember jellegű, kecske sajt, kecske kamember. Valamint tojást is árusítunk, mert van 50 tyúkunk. Van-e valamilyen tanácsod azoknak, akik egy hasonló projektbe szeretnének belekezdeni? Mindenképpen. Én azt javaslom azoknak, akiknek egyáltalán megfordult vala a fejükbe az, hogy szeretnének kiszakadni a városból,
ne úgy álljanak hozzá ez a lehetőséghez, hogy de mi lesz, ha ez lesz, hanem hogyha ők ténylegesen ezt szeretnék, és megvan rá lehetőségük, akkor próbálják ki, mert én mindenhonnan azt hallom, vagy azt is látom, akár más fiatal ilyen városból kiszakadó emberkéktől, hogy iszonyatosan felszabadultak, nagyon jól érzik magukat. Ehhez kell egy bizonyos fajta önismeretség, meg ez nem minden ember típusnak való ez az életmód, de aki tényleg többször átrágja magát ezen, és azt mondja, hogy ezt kipróbál-e, azt próbálja is ki, különben nem fogja megtudni, hogy milyen lehetőséget szalasztál. Benéztünk a Zselic kapuján, és Gyűrűfűn a Tündérmajorban megtaláltuk az ország legkülönlegesebb kecske sajtjait. Kóstoljátok meg ezeket ti is, találkozunk legközelebb, sziasztok!